igazság, hogy közös produkcióban is egyszer dolgoztunk. Egy színházi előadásban dolgozunk együtt Timivel, és de most volt először itt a Holnaptaliban az, hogy beszéltünk is egymáshoz, vagy hát találkoztunk is, tehát a karaktereink találkoztak, ugyanis a színházban, az előadásban, amiben játszunk, egyáltalán nem találkozunk a színpadon. Hát a takarásban annál többet, úgyhogy tulajdonképpen a viszony az hála Istennek remek, tehát hogy így nagyon örültünk ennek. Nagyon jóban vagyunk, szeretjük egymást. Igazából a legnagyobb félelem az volt, hogy nem lesz-e az, hogy túl viháncoljuk ezeket az élethelyzeteket, mert annyi más élményünk van együtt, ami már így a hátunk mögött van közös élményként, hogy félő volt, hogy ez nem szivárog-e át így a jeleneteken, de mivel nagyon feszített a munkatempó, ezért erre nincsen lehetőség, hogy itt nagyon rihegjünk, röhögjünk. Pszichológus nőt alakítok a sorozatban, iskolapszichológus, és hát nyilván itt egyébként a drámapedagógia, a pszichológia az bizonyos értelemben tud kapcsolódni, és hát a kamaszok élete, meg hát a felnőtt tanárok élete is azért ad lehetőséget folyamatosan arra, hogy ha nem is hivatalosan, de egy pszichológus segítségét kérjék legalább egy kávé mellett arra, hogy hogyan oldják meg az életet, meg hát nyilván magának a pszichológusnak is van egy élete, amit meg ő nem tud megoldani, ahogy ez lenni szokott. Én egy drámapedagógust alakítok, aki ide kerül az iskolában viszonylag fiatalon, tehát nemrég elvégezvén az egyetemet, és akkor elkezdek foglalkozni a gyerekekkel, készülnek egy színházi előadásra, és akkor ebben segítem az ő munkájukat, illetve itt a pedagógusoknak a háttérmunkáját próbálom segíteni azzal, hogy itt a mindenféle bonyolult tini szálakat megpróbáljuk együtt kigabaítani. Az, hogyha adott egy iskola pszichológus egy iskolában, az szerintem azért nagyon jó, mert úgy általában az emberek a saját mentális egészségükkel kicsit kevesebbet foglalkoznak, mint a testi egészségükkel, és ez szerintem nagyon fontos, és rengeteget lehet segíteni az ilyen kamaszkori nehézségeken, ami azért mindenkinek, valljuk be, hogy egy nehéz időszak szülőnek, gyereknek és mindenkinek a saját életében, ha visszagondol rá. Igazából mind a ketten színházban dolgozunk, és hál' Istennek eléggé elfoglaltak vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag azt, hogy forgatjuk ezt a sorozatot, és esténként játszunk, vagy délelőttönként próbálunk ez a teljes életünket kitölti, de hát mi ezt élvezzük, ezt szeretjük, és akkor a fennmaradó időkben találjuk meg azokat a lehetőségeket, amikor így kikapcsolódhatunk akár együtt, akár külön-külön, de ha külön-külön, azt úgyis mindig elmeséljük egymásnak, hogy kivel mi történt. Úgyhogy szerencsére nagyon intenzív, és én nagyon szeretem ezt a fajta rendkívül progresszív és igen gyors munkatempót, amit a Holnaptali diktál. Úgy tekintek a Holnaptalira, hogy mondjuk itt lenni ezek közt a srácok közt, azért az némileg kikapcsolódás, meg egy nagy buli is, amellett, hogy természetesen egy munka, és ugye az embernek azért flottul ott kell lennie, tudnia kell a szöveget, és hogyha lehet, akkor nem sokat hibázni.